Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Betonból készülnek a járdák Honvédban. Bográcsos roston sült és indiai ételek is voltak a fürdőfesztivál főzőversenyén. Megy a gőzös. Betonjárdák épülnek a harmadik választókerületben a Városi Járda program keretén belül, melynek munkálatait a SIE és FIAI Kft. Munkatársai végzik. A kivitelezést várhatóan július végére fejezik be. A Vásárhelyi utca kivételével, amely térköves lesz, betonburkolatot kapnak az Ágyú, a Szén, a Vécsei, a Sarkantyú és a Táncsics Mihály utcák. Honvéd városrészben összesen 1025 méter gyalogutat fejlesztenek. A munkálatokat dr. Sánta Sándor önkormányzati képviselő is megtekintette, aki elmondta, bár a Honvéd projektbe nem került be a járdák felújítása, a megvalósuló városi program kapcsán örömét fejezte ki. Szerettem volna, hogyha a projektbe belekerült a járda is, abban az közel 1 milliárdba nem került bele, most jobban jártunk, mert lett ez a járda program, és nem mondták azt, hogy a Sántának a körzetében ott a projekt, hanem mivel nem került be, és ugye nem lehet, hogy itt ne legyen járda, így ezt én nyerességként könyvelem el. A járdák kivitelezését a SIE és FIAI Kft. Kapta meg, akik harmadik éve szerepelnek már a programban. SIE Zoltán ügyvezető hozzátette, a június végi felhőszakadás sem hátráltatta őket, így jó ütemben haladnak a rájuk bízott feladatokkal. Ez gyakorlatilag a műszaki tartalomban abból áll, hogy az előző járda szerkezetet teljesen felbontjuk, és helyére új járda alaptest kerül. Erre itt a Honvédban általában 15 centi betonos burkolat fog kerülni. Épp amit most itt látunk, a Táncsics Mihály utcán az utómunkálatok folynak, dilatáció képzés 2 méteránként. A járdák szélessége 110 és 140 centiméter között alakul. A munkálatokat várhatóan július végén fejezik be. Az indiai ízvilág mellett a magyar konyha, a pörköltől a tárcsás húsokig, szinte minden megtalálható volt a 7. bográcsos főzőversenyen, a Hagymatikumban. Idén 12 csapat nevezett a megmérettetésre, és nem csak a térségből, hanem a Vajdaságból, Ludasról is érkeztek. A hagyományokhoz híven a gasztronómia kedvelői egy főzőverseny apropóján ragadtak fakanalata a legjobb helyezések reményében. Idéni szakmai zsűri járta körbe a csapatokat, hogy figyelemmel kísérjék az ételek készülését. Föltérképezzük, milyen jellegűek lesznek a elkészített ételek, majd nagyjából már körbenéztem, akkor látszott, hogy van, ahol bográcsos készülnek, de van, ahol pedig tárcsás sütések folynak, úgyhogy megkóstolunk mindent, és megpróbálunk a legigazságosabbak lenni. A rendezvényre nem csak a térségből, hanem a Vajdaságból, Ludasról is érkezett csapat, akik mindig szívesen látogatnak el erre az eseményre. De voltak indiai versenyzők is. Stábunk körbejárva érdeklődött, hogy milyen finomságokkal készültek a jeles alkalomra a résztvevők. Idén mushroom tikka masala, azaz gomba tikka masalával készültünk, amely egy hagyományos indiai étel. Tavaly karahi panírral indultunk, ami szintén egy hagyományos indiai étel, és azzal sikert arattunk, így reméljük, hogy idén is remekelhetünk. Csirkét csináltunk természetesen, egy nagyon pici marha mája roston sülve. Hát majd megkóstolja a zsűr, és nagyon fogunk bízni benne, hogy bejutunk az első háromba, mert nagyon sok szeretetet főztünk bele. Mi az igazi vajdaság és úgy mondjam, hagyományos rudasi étkeket gondolom, hoztuk el. Vajdaságba és Szerbiába tudjuk azt, hogy a csevap és az igazi rostélyos gondolom az nem maradhat el. Abban jöttünk el. Az ételeket a három fő szakmai zsűri értékelte. Íz, illat, állag is benyomás szerint. A legfinomabb fogások készítőit a délutáni eredményhirdetésen ajándékkal és oklevéllel jutalmazták. A Fürdőfesztiválról készült hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. Masinisztává válhattak egy rövid időre azok, akik kilátogattak vasárnap az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő állomástéri napokra, a Makói vasútállomásra. A szervezők rengeteg különlegességgel és látnivalóval készültek a vonatok szerelmeseinek.
A rendezvényre nagyon sokan látogattak ki a nap első felében. Toldi János, a körzet önkormányzati képviselője televíziónknak elmondta, ebben az évben már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, és mindig arra törekednek, hogy változatos programokkal készüljenek kicsiknek és nagyoknak. Elég sok segítséget kaptam az állomástól, sőt a Szegedi Igazgatóságtól is. Vonat, hajtány, részükről kiállítás, részemről meg inkább a műsor, ami délelőtt folyamán a sportra ment, ugráló kötelesek, kőtörők, ahogy én szoktam mondani, a tékvendősokat, vagy éppenséggel fölléptek a táncosok, és utána pedig jött a állandó képe a város úgynevezett állomástéri napnak, a debreceni testvérek. A kilátogatók egy rövid időre maguk is mozdonyvezetővé válhattak, ezen kívül pedig számos élethű makettet szemlélhettek meg, vagy egyenruhákat próbálhattak fel. Szlama Benedek, a helyi állomás főnök köszöntőjében elmondta, idén 136 éve nyitott meg a Szeged-Arad közti vasútvonal. Erre emlékezve koszorúkat helyeztek el az állomáson található emléktáblánál. Török Gergő Csaba nagyon érdeklődik a vonatok iránt, stábunknak arról is mesélt, hogy miket próbált ki. Elmentem arra a vonatra, és voltam azon a hajtányon, árultam, kitöltöttem egy kvízt, felpróbáltam ezeket a ruhákat, megnéztem a vasutakat, felmentem az ugrálóvárra, fociztam, lufiztam. A délután folyamán Janicsek Roland szórakoztatta a résztvevőket énekes előadásával. Toldi János önkormányzati képviselő hozzátette, az esemény fontos szerepet tölt be a városrész és a település életében, ezért kiemelt jelentőségű, hogy a jövőben is megrendezésre kerüljön. Július 12-én kicsik és nagyok együtt sportoltak marosmenti településünk több pontján az immár 5. alkalommal megrendezett mozgás éjszakáján. A helyi egészségfejlesztési iroda több partnerrel közösen valósította meg a rendezvényt, mely idén mintegy 20 mozgásformát vonultatott fel. A mozgás éjszakája rendezvény megszervezését Makóváros önkormányzata is támogatta. Cirbus Gábor alpolgármester, aki szintén csatlakozott az egyik programelemhez, mégpedig a kerékpártúrához. Stábunkkal megosztotta, hogy a városvezetés elkötelezett abban, hogy megteremtse a megfelelő körülményeket a sportoláshoz. Igyekszünk az infrastruktúrális feltételeket fejleszteni folyamatosan a városba, azért, hogy mindenki a számára megfelelő sportágnak olyan helyszínen tudjon hódolni, hogy azt mondja, hogy igen, ez megfelelő, és szívesen jövök el ide legközelebb, és elhívom a barátaimat is, családtagjaimat is. Ezért van az, hogy például odaálltunk az Ezt Választ program mellé, és amikor vasárnap esténként 80-100-an tudnak együtt tornázni. A 10 különböző helyszínen zajló programhoz több sportegyesület, civil szervezet és mozgásoktató is csatlakozott, akiknek köszönhetően mintegy 20 mozgásformát lehetett kipróbálni. Többek között volt fitball, hot iron, spinning, pilates, valamint 3-1-2 meridián torna is. Azért csatlakozunk, mert szeretünk mozogni, szeretjük ezt a közösségi formát. Felhívjuk így is a lakosság figyelmét arra, hogy milyen jó mozogni. Hát buzdítunk tulajdonképpen mindenkit erre, a magunk példájával tulajdonképpen. A sportolási lehetőségek széles választékában helyet kaptak az evezőpados edzések is, melyek nagy sikert arattak mind a versenyzők és a nekik szurkolók körében is. Van egy ergométeres bajnokság, a Magyar Ergométer Szövetség idén is csatlakozott a mozgások éjszakájához, és most itt az Erdély János Városi Sportcsarnok területén vannak a különböző korosztályoknak a különböző versenyi. Ugyanitt a teremlabdarúgó torna mellett inbadi készülék segítségével testösszetételméréseket végeztek, valamint életmód tanácsadásokat is adtak az egészségfejlesztési iroda munkatársai. A regisztráló résztvevők pedig mozgás éjszakája feliratos hátizsákokkal térhettek haza, így emlékezve a jeles alkalomra. Szórakoztató módon mutatta be a kisember esendőségét a nős, de titkárnőjébe titkon szerelmes virágúr példáját a Zente Ferenc Színháza Lovagias ügy című darabon keresztül. A főszerepben Koltai Róbertet és Vándor Évát láthatta a közönség.
Hunyadi Sándor 1935-ben még tragikomédiának írta meg a Lovagias ügy című darabját, melyet nem sokkal később a Félvászlón ismerhetett meg a közönség, azóta pedig több színpadi produkció is készült belőle. Az először még teljesen komoly hangvételű mű az évek alatt sokat finomodott és könnyebbé vált. A Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház január 22-én mutatta be először a humorral megfűszerezett színpadi produkciót, melyet Gál Ildikó rendezett, és körülbelül a 40. előadásnál tartanak. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ez egy szerelmi történet, és hogy ennek muzsikája van, hogy ebben van ilyenfajta naprakészség, olyanfajta naprakészség is van benne, hogy valakit eltávolítanak a munkahelyéről egyetlen rossz nap, vagy egyetlen fél rossz nap miatt, azért ez egy ismerős, kicsit ilyen hátborzongató történet, de valószínűleg mindenki számára ismerős. El is hangzik egyébként, és talán ezzel nem árulok el titkot a darabban az a mondat, hogy happy end, csak a filmeken van, a valóság más. A történet Virág úr két napját meséli el, aki 30 éve főkönyvelő egy cégnél. Precíz, megbízható munkaerő, tisztes családapa. Egyetlen gyengé a titkárnő Gizike, aki persze másért rajong reménytelenül, az igazgató Pökhendi unoköccséért. Virág úr gondolatait vele szemben nem is rejti véka alá, és a szóváltást követően egy pofon is elcsattan, amely mindent megváltoztat. Virág úr ugyanis munkanélkül lesz. Kabos Gyula egykori legendás szerepét Koltai Róbert alakítja a színpadon. Ez részben megtiszteltetés, másrészt pedig az embernek az a dolga, hogy saját maga mártózzon meg azokban a helyzetekben, amik adódnak. És nyilván a Kabos Gyulából is mást hozott ki annak idején, pláne a filmnek más eszközei is vannak, mint a színpadnak. És mást hozott ki belőlem, mást hozott ki a rendezés, a Gál Ildi rendezése, mást hoz ki ez a remek csapat, akikkel együtt játszhatok. A darab második felvonásában kap főszerepet Vándor Éva, aki a feleséget alakítja, és mit sem sejt arról, hogy a család kenyérkeresőjét elbocsátották. A ház asszonyaként főz, mos, takarít, gondoskodik a nagymamáról, és féltve neveli eladósorba került lányát. Ő az, aki beosztja ugye a kosztpénzt, mindenre, ami kell, és egy kis hivatalnok, hát mennyit keresett, pont erről szól, hogy 30 év után, hogy édes Istenem, mennyit keresnek, úgyhogy egy kicsit aktuális így a darab, de megpróbálja beosztani, és aztán végül is ugye a szeretet, ugye, ami felülkerekedik, és mindent megold, és csodálatos happy end van a végén. A színdarab hangulatát tovább emeli az a felcsendülő 10 dal, melyet a színpad sarkán egy zongorán játszik el Dorvas Ferenc. A két felvonásos tragikomédia happy enddel a végén a makójakat is elkápráztatta, akik vastagsal köszönték meg a színészek odaadó szerepléseit. Érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. Betonból készülnek a járdák Honvédban. Bográcsos roston sült és indiai ételek is voltak a fürdőfesztivál főzőversenyén. Megy a gőzös. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, ezt követően Diagnózis című egészségmagazinunkkal jelentkezünk. Az elkészült immár a ház dicső koronája című dokumentumfilmet szintén műsorra tűztük, mindemellett az este folyamán visszatekintünk a költészet napjára is. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb, holnap jelentkezünk ismét a legfontosabbakkal. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!